Szia, Joel! Most először írok neked, és mivel ez az én öreg szülővárosomnak egy meglehetősen érzékeny témája, inkább megmaradok névtelennek, ha nem bánod. Volt egy barátnőm még az általános iskolából. Nem volt éppen a legközelebbi barátnőm, de ugyanazon a körökben forogtunk, és egyszer meghívott magukhoz Ottalvásra. Túl boldog voltam emiatt ahhoz, hogy elfogadjam. Ez most nevetségesen hangzik, de nem tudhattam akkor még, hogy messze menő következményei lesznek ennek az éjszakának. Tehát ez a barátnőm, nevezzük Enninek, az anyukájával és a mostoha papájával élt. Elég rendes népnek látszottak, és a házuk is szép volt. De sokan megtanultuk, amikor idősebbek lettünk, hogy az első benyomások csalókák lehetnek. Az ottalvós éjszakán az anyukája késő estig nem volt otthon. Ez pedig azt jelentette, hogy a mostoha apjára voltunk bízva. Ahogy közeledett a lefekvés ideje, úgy tűnt, hogy az anyukát másnap reggelig már nem fogjuk látni. Ez egyáltalán nem volt nagy dolog számomra, de a barátnőmnek annál inkább. Az is mindinkább világossá vált, hogy nem igazán szereti a mostoha apját, amit a legváratlanabb pillanatokban hozott fel, játék közben, ami szerintem gyakori a válás járvák körében. Szóval nem sokat törődtem vele. De aztán eljött a lefekvés ideje, belebújtunk a pizsamáinkba, fogat mostunk, és bementünk Enni hálószobájába, hogy ágyba bújjunk. Kérdeztem, hogy van-e éjjeli lámpája, vagy ilyesmi, és mentem eloltani a hálószoba főlámpáját. Ám megállított, mondván, hogy a mostó apja mindjárt feljön ellenőrizni minket. Csak megnézi, hogy be vagyunk-e takarva, aztán felkapcsoljuk az éjjeli lámpát, és még beszélgetünk egy kicsit. Ez furcsán szigorúnak tűnt, de úgy gondoltam, jobban teszem, ha tiszteletben tartom a szokásaikat. Így hát lefeküdtem a matracra, melyet letettek számomra, és betakaróztam. Emlékszem, hogy beszélgettünk Ennivel valamiről, már nem tudom pontosan, hogy miről, de a társalgás váratlan fordulatot vett, amikor csak úgy hirtelen azt mondta. Nagyon örülök, hogy itt vagy ma éjszaka, Szere. Köszönöm, hogy nálam alszol. Papíron talán másképp hat ez, mint élőben kimondva. Épp ezért kívánnám, hogy bárcsak hallhattad volna kimondva Enni szavait. Mert ahogy mondta, az nagyon nyugtalanító volt. Úgy hangzott, mintha a jelenlétem megakadályozta volna, hogy valami rossz történjen. És akkor még azt gondoltam, hogy ez a rossz dolog nem lehet más, mint annyi csak, hogy Enni magányos lenne péntek éjjel. Ő sosem volt éppen a legnépszerűbb a lányok között, és úgy vélem, ez szerepet játszott a bizonytalanságában. Ezért jelentett hát a barátságunk olyan sokat számára. Csak hogy igazság szerint teljesen más oka volt annak, hogy annyira örült az itt létemnek. Emlékszem, hogy Enni és én hallottuk a mostó apja lépteit a lépcsőn, ő pedig az álláig húzta a takarót, szinte katonai precizitással. Enni idegesnek látszott, mintha ezen az ellenőrzésen múlt volna. Gondoltam, hogy a mostó apja szigorú, és én is jobban teszem, ha engedelmeskedek. Én is lefeküdtem hát matracra, és állig húztam a takarót. A mostohapja belépett a szobába, és ahelyett, hogy úgy viselkedett volna, mint valami kiképző őrmester, sokkal inkább viselkedett melegen és barátságosan, mintha minden éjjel így lett volna. Oda ment Enni ágyához, leült az ágy szélére, és lehajolt, hogy jó étpuszit adjon neki. Csak éppen a helyett, hogy gyorsan Enni homlokához vagy arcához érintette volna a száját, mintha túl sokáig tartott volna az a puszi maga. Nem tekintettem ezt rossznak, csak éppen furcsának. Aztán suttogni kezdett valamit Enninek. Ő pedig hangosan azt mondta. Beszélgetni akarok Szarával. Emlékszem, arra gondoltam. Beszélj csak, itt vagyok. Az egész szituáció nagyon furcsának tűnt számomra, és nem tudtam volna megmondani, hogy miért. Arra gondoltam, ahány ház annyi szokás. Valószínűleg túlságosan naív voltam ahhoz, hogy észrevegyek olyasmit, amit a mai eszemmel már észrevennék. Tehát, ahogy mondtam, Enni valami homályos ultimátumot vetett fel, amely arra késztette a mostoha apját, hogy elmenjen. Egy kicsit megfordult és rám mosolygott, de aztán visszafordult, és megint sugott valamit Enninek.
Ő még határozottabban félbeszakította. Apu, beszélgetni akarok Szarával. Léci. Rövid szünet után azt felelte. Oké, édeském. Ezek után végül elhagyta a szobát. Amint mondtam, tudtam, hogy valami jelentős dolognak vagyok szemtanúja, amiről azonban nem tudtam, hogy micsoda, hanem a vibráció a szobában nagyon intenzív volt. Enni hosszú ideig csendben maradt, amikor pedig végül megszólalt, megint csak azt a szívmelengető és mégis ijesztő dolgot mondta. Úgy örülök, hogy itt vagy, Szere. Köszönöm, hogy nálunk alszol. Nem aludtam többet Enniéknél. Azt hiszem, hogy tudta, hogy a mostoha apja megijesztett engem akkor éjjel. De azért az általános iskola hátra levő részében barátok maradtunk, és néhányszor át is jött játszani nyáron, amikor már végeztünk. Sajnos a barátságunk végleg felbomlott, amikor a nyári vakáció végeztével különböző középiskolákba kerültünk. Egy kis ideig még kapcsolatban maradtunk, de az első év végére végképp megszakadt a barátságunk. A következő két évben néhányszor láttam Ennit a városban. Mindig boldogok voltunk, ha láttuk egymást. De a legutolsó néhány évben, amikor egymásba botlottunk, úgy tűnt, hogy Enni egyre rosszabb állapotba kerül. Úgy látszott, mintha se nem enne, se nem aludna valami sokat. Ám amikor rákérdeztem, makacsul bizonygatta, hogy jól van. A legjobbakat kívántam neki, majd folytattam a vásárlást. Aztán eltelt 4 hónap, és nem hallottam semmit Enniről. Nem is találkoztam vele. Azután megtörtént talán a legborzalmasabb büntény a városunkban. Anyukám hozta nekem a rossz hírt, hogy egy férfi megölte a feleségét, a gyerekét, majd önmagával is végzett, mielőtt a családi otthont felgyújtotta volna. Egy igazán csendes, hegyekkel körülvett kisvárosban nőttem fel, ahol talán 3000 ember élt összesen. Egy olyan helyen, ahol már az pletykát szít, ha valaki áthajt a piros lámpánál. És akkor, most csak úgy a semmiből, egy ilyen szörnyűség történik. Ez alapjaiban rázta meg az embereket. Amikor anyu elmondta, hogy mit tett a feleségével és a gyerekével, azonnal arra gondoltam, hogy mi lehetett a probléma azzal az emberrel, aki ilyen kimondhatatlan szörnyűséget művelt. De még nem is ez volt a legrosszabb. Anyu tudta, kik tartoztak-e családba. A meggyilkolt gyerek Enni volt. A gyilkosa pedig a mostoha apja. Összeomlottam. Igazán. Annál inkább megütött az engem, mert tudnom kellett volna, hogy rossz ember volt. Kifelé barátságosnak és meleg szívűnek mutatkozott, de amit akkor este Enni szobájában láttam, az egy pillanatra megcsillantotta az igazi énjét. Amint mondtam, egy idősebb egyén összetudta volna rakni a részleteket, de nekem nem volt meg ez az érzelmi eszköztáram ahhoz, hogy tudjam akkor, mi vezetett Enni halálához. Valamiképpen részben a saját bűnömnek is éreztem ezt. Nem beszéltem róla, eltemettem magamban, mert tudtam, hogyha beszélnék is róla, az már nem változtatna semmi. Nem illegális egy kicsit szigorúnak vagy furcsának lenni, gondoltam akkor. De aztán megtanultam, hogy a törvény nem így működik, ha gyerekekről van szó. Mondanom kellene valamit arról, hogy mi a történet tanulsága. De csak azt tudom mondani, hogy legyen az én leckém figyelmeztetés mások számára. Ha észrevettem volna figyelmeztető jeleket abból, ahogy Enni mostoha apja viselkedett akkor éjszaka, akkor talán valaki nem úszta volna meg, hogy néhány kérdést tegyenek fel neki. És ha valaki szólt volna annak a 3 betűs ügynökségnek, azok pedig belenéztek volna a mostoha apja számítógépébe. Pandora szelencéjét találták volna ott tisztességtelen hitványképekkel. Ennivel visszaélt a mostoha apja, és ez dokumentálta is éveken keresztül. A szomszédok hallottak kiáltásokat, és hívták a serifet az első lövés eldördülésekor. Mondták, hogy a veszekedés hallhatóan nagyon vad volt, és abban is biztosak voltak, hogy a kiabálások közepette földhöz is vágtak dolgokat. Nem 100%-osan világos, de az emberek egyetértettek abban, hogy a veszekedés azon robbant ki, hogy Enni anyja bizonyos képeket és videókat talált a férje számítógépében. El tudnám képzelni, hogy a mostoha apa telefonokat tört össze. Már csak azért is, hogy megakadályozza, hogy a felesége hívja a rendőrséget.
Majd amikor Enni mostóapja rádöbbent, hogy itt már nincs mit mondani vagy tenni, hogy Enni anyját megállítsa vagy megnyugtassa, fogta a fegyverét és lelőtte őt, Ennit, majd saját magát, miután igyekezett eltüntetni a bizonyítékokat. Valószínűleg sikerült, ha a szomszédok nem hallották meg mindjárt a lövéseket, mert a rendőrök már úgy jöttek ki, hogy a tűzoltókat is riasztották. Az egész ügy hónapokig nem került nyilvánosság elé. Talán szándékosan azért, hogy ne sokkolják vele az embereket. De persze, így is megjelent a gyász és a felháborodás, amikor megtudtuk, hogy Ennivel visszaéltek. Mint a fekete felhő lebegett volna a város felett, ami soha nem oszlott szét egészen. A családom és én 2 év múlva elköltöztünk, és máshol végeztem el a maradék középiskolás éveimet. Amikor az emberek rájöttek, honnan költöztem ide, mindenki azt kérdezgette, hogy ismertem-e a lányt, akit a mostoha apja meggyilkolt. Hazudtam nekik, azt mondva, hogy nem ismertem, de valahányszor megkérdezték, mindig kellett találnom valami kifogást, amelynek segítségével visszatarthattam a könnyeimet. Hosszú ideig mély bűntudatom volt, és végül terapeutához jártam, hogy felfoghassam. Nem az én hibám, ami történt. De tudom, hogy egy parányi rész bennem mindig felelősnek fogja érezni magát. Az egész csak arról szól, hogy annak a résznek a hangját, amely azt mondja nekem, hogy az egész az én hibám, olyan csendben tartsam, amennyire csak lehetséges. Az ottalvás mindig egy speciális ügy lett barátokkal, a cél pedig, hogy jól érezzük magunkat. Azonban ez a történet bebizonyítja, hogy nem minden ottalvás torkollik izgalomba és jó szórakozásba. Ez a legjobb barátnőm házában történt néhány évvel ezelőtt, amikor még középiskolások voltunk. A magánélet védelme érdekében Megannek fogom őt nevezni. Megann velem egykorú volt, és ugyanazokra az órákra járt az iskolában, amelyekre én. Nagyon jó barátnők lettünk, és csak nem minden hétvégén együtt lógtunk. Az a baráttípus volt, akire az ember mindig számíthat, és aki felderíti az egész napodat. Ez egyébként 2018-ban történt, a téli szünet folyamán. Megann meghívott a házukba ottalvásra. Mielőtt igen mondtam volna, engedélyt kellett kérnem a szüleimtől, és tudatni velük, hogy Megann és én a legjobb barátnők vagyunk. Szerencsére beleegyeztek. Megann nagyon jó módú családból származott, ezért nagyon szép házban laktak. Akár birtoknak is nevezhetnénk. Ettől, látva, hogy mennyi mindent csinálhatunk itt, az itt alvás is 10-szer jobb lett. Megérkeztem tehát a házához, az összes becsomagolt ruhámmal és egyéb holmimmal. Mind Megann, mind az anyukája üdvözöltek, aztán Megann szobájába mentünk, ahol megnéztünk néhány filmet és videójátékokkal játszottunk. Néhány óra múlva a mamája azt mondta, hogy el kell mennie vacsorázni egy barátnőjével, és csak késő este fog hazajönni. Megann és én abban a tudatban, hogy elég idősek vagyunk már, azt feleltük erre, hogy jól megleszünk, amíg haza nem ér. A mamája adott nekünk $20, hogy rendeljünk magunknak pizzát, aztán ment a dolgára. Nem sokkal ezután Megann azt kérdezte, hogy akarok-e bújócskát játszani. Már most a legtöbb ember azt gondolná, hogy a bújócska kisgyerekeknek való játék. De visszatér, amikor az ember eléri a középiskoláskort. Beleegyeztem, és megegyeztünk abban, hogy Megann lesz az, aki elbújik, és én fogom megkeresni. Tekintve, hogy a ház hatalmas volt, elhatároztuk, hogy csak a 2. emeleten fogunk játszani, hogy ne legyen a játék túl nehéz. Bő 1 percet adtam neki arra, hogy elrejtőzön, aztán pedig, miután az összes játékhoz tartozó frázist elmondtam, aki bújt, aki nem jövök, elindultam. Bár csak az egyik szinten kellett keresnem, még mindig nagyon nagy volt a terület. 10 szoba állt rendelkezésemre a kereséshez. Megann szobájával kezdtem. Benéztem az ágya alá, a szekrényébe, még az ajtó mögé is. Azonban nem volt ott. Így folytattam a keresést. Több szobát végignéztem,
Aztán észrevettem, hogy az egyik szekrénynek a folyosón a résnyire nyitva van az ajtaja. Teljesen megfeledkeztem arról, hogy a szekrény kicsi, és a legtöbb embernek eszébe sem jutna benézni ide. Oda mentem a szekrényhez, és úgy láttam, mintha egy pillanatra egy szembámult volna rám. Rögtön tudtam, hogy ez Megan, de úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. Mert hogy meg akartam egy kicsit ijeszteni azzal, hogy megtaláltam őt. Azzal kinyitottam a szekrény ajtót, azt várva, hogy megijesztem Megant. Csak hogy helyette egy férfit láttam rám bámulva. A haja kócos volt, a szemében pedig tébolyhon volt. De ami igazán megdermesztett, az volt, ahogy rám nézett, mintha bűnös lett volna, aki nem számította arra, hogy elkapják. Torkom szakadtából elkezdtem sikoltozni, miközben a férfi elrohant mellettem, le a lépcsőn és ki a házból. Ekkor mellettem termett Megan, és kérdezte, hogy mi történt. Én pedig elmondtam neki, hogy valaki itt van a házban, és hívni kellene a zsarukat. Szerencsére itt volt a közelben az úton egy rendőrőrs, tehát nem telt sok időbe, amíg egy rendőrtiszt kiérkezett. Alapos nyomozás után kijelentették, hogy a férfi valószínűleg az extrém időjárás elől keresett egy helyet. De nem járhat messze. Meg is találták a hátsó udvarban, az egyik fészer mögé rejtőzve. Akkoriban éppen havazott, és csak egy olyan helyet keresett, ahol megmelegedhetett. Megan szülei úgy döntöttek, hogy nem perelik be, de távoltartási végzést akartak. Az ottalvásból nem lett semmi azon az éjszakán, mert a szüleim úgy érezték, hogy nem vagyok biztonságban. Emlékszem, hogy anyu kritizálta egy kicsit Megan szülei, megmondva nekik, hogy micsoda felelőtlenség éjszakára magukra hagyni a gyerekeket. Többé nem hívtak meg hozzájuk, amíg csak a szüleim úgy nem érezték, hogy biztonságban vagyunk. Megan és én a mai napig barátok vagyunk, és most a helyi szupermarketben dolgozunk. Ma sem tudom biztosan, mi történt azzal az emberrel, de remélem, hogy megkapta a számára szükséges segítséget. Ez néhány barátnőmmel és velem történt a gimnázium végzős évében 2014-ben. A gimnáziumban a barátnőim és én egy dinamikus triót alkottunk, akiket gyakran láttak együtt sétálni a kampusz területén, és akikről sokan beszéltek. Ez a történet a végzős év utolsó hónapjában esett meg. Ekkor határoztuk el, hogy tartunk egy ottalvós bulit, hogy felelevenítsük az utolsó év vicces eseményeit. Szombat este volt, és éppen befejezve egy filmet, nem tudtuk, hogy most mihez kezdjünk. A közösségi média ekkoriban kezdett igazán feltörni, és az egyik közösségi médiás app, amely akkoriban lett nagyon népszerű, az Instagram, amelyben vezető trendek jelentek meg. Az egyik ilyen trend volt az Ouija tábla, a szellemekkel és egyéb entitásokkal való kapcsolatba lépéshez. Videók százait töltötték fel a YouTube-ra és az Instagramra olyan emberekről, akik megkísérelték a kapcsolatot felvenni a szellemekkel. Ez a trend annyira népszerűvé vált, hogy még szakkönyvek is megjelentek arra nézve, hogy kell megkísérelni a kapcsolatfelvételt. Lévén naív és ostoba tinik, összenézve már is tudtuk, mit kellene csinálnunk. Szerencsére a házigazdánk szüleinek volt egy igazán régi Ouija táblája. Kijelentette, hogy 100%-osan eredeti, és mivel olyan régi, a legnagyobb valószínűséggel működni fog. Ez pedig csak hozzájárult a dolog rémisztő mi voltához. Végeztünk némi internetes kutatást, és találtunk egy cikket, amely korrektul leírta, hogy mit kell csinálni egy ouija táblával. Kellenek hozzá gyertyák és egy sötét, csendes szoba. Amikor minden hozzávaló megvolt, letettük a táblát, meggyújtottuk a gyertyákat, és minden más világítást eloltottunk. Az első néhány pillanatban semmi sem történt, de aztán a táblára helyezett mag az igen szó felé indult. Mindannyian egymásra néztünk, próbálva kitalálni, hogy ugyan melyikünk mozdíthatta meg a magot. Ezt azonban mindannyian tagadtuk, és valamennyien állítottuk, hogy magától mozdult meg. Valami jobból az egyik barátnőm azt kérdezte, hogyan lehetne bizonyítani azt, hogy valaki van még itt velünk. Ekkor hirtelen a világ legőrültebb dolga történt meg. A másik szobában lévő játékzongora megszólalt.
Ennek hatására tettem fel egy sokkal komolyabb kérdést, és talán ez volt a leghülyébb döntés, amelyet valaha hoztam, és amit a mai napig bánok. Hülye módon megkérdeztem a táblától, mikor fogok meghalni. A mag pedig lassan, egymás után a következő betűk felé mozdult. T, I, Z, M, A, S, O, D, B, E, R, C. 10 másodperc. Ekkor mindegymásra bámultunk, és nevetni kezdtünk. Aztán kb. 15 másodperc múlva megszólalt a telefonom sürgősségi hívással. Apu hívott, azt üvöltve. Meghalt! Ő meghalt! Az ő pedig anyut jelentette. Hazafelé tartottak egy vacsora meghívás után, amikor az autón kisodródott, és belerohant egy utánfutóba. Anyu ott helyben szörnyet halt, míg apu csak kisebb zúzódásokat szenvedett. Ettől az incidenstől évekre összeomlottam, mert őszintén hittem, hogy ez nem lehetett véletlen. Sok évvel ezelőtt visszalépünk most. Észak-Karolinában nőttem fel, egy meglehetősen szegény, vidéki területen. Sok általános és középiskolai barátom 10-15 mérföldnyire él, ezért hétvégéken gyakran tartottunk ottalvós bulikat, hogy megkíméljük a szüleinket a hosszú utazásoktól. Volt egy sztár nevű barátnőm, akinek a szülei amolyan régi hippik voltak. A házukban áradt a pacsuli szaga, mert akkor is vegánok voltak, amikor ez még nem is volt divat. És néhány szokatlan, szabadidős tevékenységüktől eltekintve épp olyan jó szülők voltak, mint a többi pár. Édes, szerető, törődő szülők voltak, és mindig nagyon jól éreztem magam, ha hozzájuk mentünk. Annál is inkább, mert mindig a kertben sátoroztunk, ami nagy kaland volt egy csapat tinédzserkor előtt álló fiús vadóclány számára. Ezen a bizonyos éjszakán is sátorban tartózkodtunk a hátsó udvarban. De ez a hátsó udvar a ház egyik oldalához tartozott. Ahol kempingeztünk, az a tévészobás ablakra nézett. Így sztár nagymamája és nagypapája rajtunk tudta tartani a szemét. De ez azt is jelentette, hogy a sátrunk felső részéből ráláttunk a fő útra. Nyár volt, tehát éjszaka is hihetetlenül meleg. Ezért végül nem cipzároztuk be a sátrunk tetejét, hogy bejöhessen egy kis hűvös levegő. Nyilván nem hagytuk állandóan nyitva a bogarak miatt, de így mégiscsak kiláttunk a sátorból. Egyszer csak az éjszaka közepén sztár megrázott, hogy felébredjek, és azt suttogta. Valaki van a kocsi felhajtón. Arra gondoltam, hogy csak a bátyja lehet az, aki néhány évvel idősebb volt nálunk, és a főiskolára járt. Amikor azonban felvetettem neki, azt felelte. Nem, egy csomó ember van. Nézd! Aggódni kezdtem, amikor meghallottam ezt. Így hát óvatosan kikukucskáltam a sátorból, és láttam, hogy sztárnak tökéletesen igaza van. A gyenge holdfényben nem tudtam megszámolni, hány ember osont fel a kocsi felhajtóra. Komolyan, ez volt életem legfélelmetesebb pillanata. Főként, mert abszolút nem tudtunk más tenni, mint olyan csendben maradni, ahogy csak lehetett. Nem hívhattuk a zsarukat, hiszen akkoriban még nem volt mobiltelefon, és nem tudtuk volna sztárszüleit figyelmeztetni anélkül, hogy fel ne hívtuk volna magunkra azoknak az embereknek a figyelmét. Erőtlenek voltunk, tehetetlenek, csak nézhettük azokat az embereket, akik valószínűleg rossz szándékkal tartózkodtak itt, lassan közeledve sztárék házához. Azt hiszem, a végén sztár megtört, és olyasmit tett, amit egyszerre nevezhetnénk nagyon bátornak és nagyon butának. Kirohant a sátorból, kiabálva. Kifelé a házunkból! Anyu, apu, hívjátok a zsarukat! Ahogy csikoltozni kezdett, egy csomó zseblámpa villant fel. Nyilvánvalóan azoknál, akik feljöttek a kocsi felhajtóra. Istenem, milyen sokan voltak. Első pillantásra a sötétben nem látszottak többnek 5-6 embernél. Hanem amikor a zseblámpák felvillantak, akkor látszott, hogy legalább 15-en vannak, de az is lehet, hogy 20-an. Egyszer csak ezt hallottam. Rendőrség, kezeket fel, amitől igazán megzavarodtam, hiszen mindannyian azon voltuk, hogy hívjuk a zsarukat. És erre kiderül,
hogy már itt vannak. Minden esetre feltartott kézzel kimásztunk a sátorból. Aztán egy felénk tartó személy azt mondta, Jézusom, hiszen ezek gyerekek, ember. Ahogy pedig közelebb jöttek, láttam, hogy tényleg rendőrök, rendőrsapkában, jelvénnyel, minden egyéb cuccal. Aztán ezt hallottam, gyerünk, gyerünk, menjetek be. A zsaruk pedig megrohamozták a fő ajtót. A többiek pedig a hátsó ajtó istállói felé tartottak. Féltünk, de a helyünkön maradtunk. A zsaruk kirángatták a házból sztárszüleit, és letartóztatták őket. Őt vissza kellett tartani a rendőrnek, aki minket őrzött. Ezután a rendőrök visszavittek engem és a barátnőnket az otthonunkba. Nem tudom, hogy sztárral mit csináltak. Gondolom talán a nagymamájához, vagy a nagynényéjékhez vihették. Néhány nap múlva kiderült, hogy sztárszülei valamit termesztettek az istállóban, amit nem lett volna szabad. Megértettem, hogy ez illegális, de az egész mégiscsak nagyon szomorú volt. Sztárnak a rokonaival kellett élnie, mivel a szülei több évre börtönbe kerültek. Teljesen összezavarodtam, és bár tudtam, hogy a zsaruk csak a dolgukat tették, mégis ez volt életem legfélelmetesebb szakasza.